Szeghalmon az emberekkel találkozva többen megemlítik, hogy milyen sokat fejlődött az elmúlt években a város. Ez tagadhatatlan. Megszépül a belváros, új utakon, járdákon járhatunk. Az igazán fontos dolgokban azonban nem történt előrelépés. Sőt, romlott a helyzet. Munkahelyek szűntek meg, a korábbi 11.000-ről 9.500-ra csökkent a népesség, gondok vannak az oktatásban, gondok vannak a közbiztonságban, szinte megszűnt a kulturális élet. Tavasszal az emberek kétharmada szavazott a változásra, a Fideszre. Szeghalomnak is változásra van szüksége, amely magában hordozza annak a lehetőségét, hogy valami más, valami jobb következik. Kérem Önöket, hogy október 3-án menjenek el szavazni, szavazzanak Szeghalmon is a változásra, szavazzanak Szeghalom jövőjére, szavazzanak rám, és támogassák a Fidesz jelöltjeit. Az elmúlt 20 évben középiskolai tanárként rengeteg szeghalmit tanítottam, és tanítványaimmal folytatott mindennapi beszélgetéseimből pontosan látom az itt élő emberek problémáit, elképzeléseit. Nyitott és elfogadó embernek tartom magam, aki a sikeres munka zálogának tekinti mások véleményének meghallgatását és a jó ötletek befogadását. Kollégáim között pedagógusként nap mint nap érzékelem a bizonytalanságból, munkahelyi konfliktusokból adódó feszültséget. Családanyaként pontosan ugyanolyan fontosnak érzem a gyermekeink fejlődéséhez szükséges rend, szakértelem és nyugalom biztosítását, mint Önök. Miben tudok segíteni? Akik ismernek, jól tudják, hogy én dolgozom és nem ígérgetek. Amit ígérni tudok, hogy megválasztásom esetén tudásommal a kiszámítható és nyugodt fejlődésért fogok dolgozni. Krisztián, mi már régóta ismerjük egymást, hisz a fiaimmal együtt nőttél fel ebben az utcában, és együtt jártál általános iskolába a fiaimmal, Ricsi fiammal egy osztályban is talán. A sors úgy hozta, hogy segítséget tudok nyújtani megválasztásom esetén. Szeretném szíves figyelmetbe ajánlani a mezőgazdaságban rejlő lehetőséget. Szeghalomnak 20 000 hektár termőföldje van, ami kellőképpen nincs kihasználva. Ez egy olyan lehetőség a szeghalmi lakosoknak, mint egy aranyjal telt erszény, amiért csak le kell hajolni. Sajnos eddig ezt a lehetőséget nem használtuk ki, és kár lenne, hogyha továbbra is figyelmen kívül hagynánk. Az a tendencia, ami elmúlt éveken keresztül jellemző volt, a lakosság rohamos csökkenése, talán megállítható lenne, hogyha ezt a tartalékot itt helyben ki tudnánk használni, illetve olyan fejlesztésekbe tudnánk kezdeni, ösztönözni a lakosságot, amely az állattenyésztésben, a zöldség és gyümölcstermesztésben, vagy ezeknek elsődleges feldolgozásában lehetőséget nyújtana a foglalkoztatáshoz. Hisz a foglalkoztatással lehetne a fiatalokat a kormány új családpolitikájával segíteni. Folytatni fogjuk az eddigi elkezdett városépítést, ugyanis Szeghalomnak a peremkerületei azért eléggé el vannak maradva. Vannak olyan helyek, ahol még nincs járda, illetve műút sem, vagy ezek egyike vagy másika. Ezekről a helyekről nagyon nehéz megközelíteni a megújult városközpontot. Ilyen része Szeghalomnak az érmelékenek egy bizonyos szakasza, ahol sok kisgyermekes család lakik, és járda sincs, sem műút. Vagy sorolhatnám az új telepen keresztül menő műút állapotát, amelyet az utóbbi években nem sikerült hatékonyan felújítani. De szűkebb hazám az Árpád utcán lévő csapadékvízgyűjtő csatorna állapota is, enyhén szólva is kifogásolható állapotban van, a nád teljesen benőtte, a csapadékvíz elvezetésére már alkalmatlanná válik. Nagy probléma még a járdáink állapota, ugyanis túlnyomó része a 60-as, 70-es években épült, ezek már megsüllyedtek, esőkor a csapadékvíz ellepik, közlekedni rajtuk lehetetlen. Ezeken a felsorolt kevéskek is problémán, amely a városnak viszont nagyon nagy gondja, csak egy fideszes önkormányzat, egy fideszes kormány segítségével képes javítani.
A jövőben nagyon fontos feladatoknak kell, hogy tekintsük a sport és civil egyesületeknek a munkáját. Az elmúlt évek úgymond országos és vidéki hatásai sikeresen szétverték a kisközösségeket. Nagyon fontos, hogy a civil egyesületek segítségével Szekhalom újra a Sárét kulturális fővárosa legyen. Itt gondolok különösképp arra, hogy a helyi civil egyesületeket, akik különben vevők is az ilyen dologra, bevonni a város kulturális életébe. Civil egyesületeink mellett a sportegyesületek is kiemelten fontos szerepet játszanak a városunk életében. A jövőben megfelelő támogatást kell biztosítanunk úgy a nagy egyesületeknek, de úgy a kis egyesületeknek is, akik nem hozzák igazán a fényes sikereket, de nagyon sok embert megmozgatnak. Térségünk és Szekhalom egyik legnagyobb problémája a munkanélküliség, gondot okoz, hogy nehéz munkahelyet teremteni. Ennek a probléma megoldására a kis és közepes vállalkozások támogatását látjuk célra vezetőnek. Ezek a vállalkozások helyben vannak, ismerik a helyi viszonyokat, könnyen alkalmazkodnak a változó körülményekhez. Bizonyítható, hogy kisebb támogatással is hatékonyabb eredményt tudnak elérni, mint a nagy multinacionális cégek. Szekhalmi gazdálkodóknak a vízgazdálkodás a legnagyobb problémájuk, főleg a belvíz. Sok 100 millió forintos károkat okoznak a belvízek itt nálunk. Ez a probléma nem biztos, hogy az önkormányzatnak a feladata lenne megoldani, viszont az országgyűlési képviselőnk Farkas Zoltán támogatásával egy jelentős beruházást lehetne itt megvalósítani, ami munkahelyteremtő is lenne. Nagyon sok problémáját oldaná meg a Szekhalom gazdálkodóknak, nem csak a belvíz, hanem a vízgazdálkodás is, mert hogyha kevés van, akkor még nincs elég, ha sok van, akkor még azért nem tudnak gazdálkodni. Ezt én minden erőmmel támogatom, és Farkas Zoltán képviselő úrnak a segítő támogatásával megpróbálom elérni, amit eddig egyetlen kormány esetén sem sikerült a gazdáknak. Nagyon fontos az, hogy az emberek milyen környezetben élnek. Nagyon fontos az, hogy a város rendben legyen, mint láthatjuk, hogy építkezések vannak. Nagyon fontos az, hogy az embereknek munkahelyük legyen. De az is fontos, hogy az emberek meg tudjanak élni. Megfelelő életminőségben. Hogy mit tehet ebben a város, amivel befolyásolhatjuk? Hát például a közműdíjak, vízdíj, csatornadíj, szemétdíj. Nagyon kevesen tudják, hogy ezeket a díjakat az önkormányzat határozza meg, a képviselőtestület. Szekhalmon egyében a legnagyobb vízdíja, csatornadíjat fizetjük, szemétdíja. És egyáltalán nem megfelelő minőségű a víz. A szemetet Békés Csabára viszük el, nagyon drága, és nem lehet látni jövőben, egy-két év múlva mi lesz. Mint nap hallja az ember, hogy számos embertől kötik ki a vizet, mert nem tudja fizetni a vízdíjat. De miért is van ez? Miért kell a szekhalmiaknak ekkora vízdíjat fizetni? Nagyon kevesen tudják azt, hogy az önkormányzat határozza meg a vízdíjat, és jelenleg a vízdíjunkban 125 forintot fizet a lakosság többletként, mint amennyit kellene. És ezt miért teszi? Azért, hogy majd egyszer a jövőben ebből lehessen rekonstruálni a hálózatot. Na de kérdezem én, mire költi ezt a pénzt jelenleg a város? Ugyanis a hálózatot nem rekonstruálja, a vízvezetékrendszerek nagy a vesztesége. Jó eséllyel gondolatunk arra, hogy ezt a pénzt, amit az emberek befizettek Szekhalmon tavaly és az idén, amikor ezt az emelt vízdíjat fizették, ez összességében közel 60 millió forint, és ennek egy töredékét, mint egy 10-15 millió forintot költött a város a vízrendszerre, ez sajnos belement a városközpont rekonstrukcióba. És ez egy nagyon helytelen dolog. Ezen változtatni kell, ezt nem lehet azt a vízdíjat adók módjára szedni az állampolgároktól. Ezt a vízdíjat csökkenteni kell, és megfelelő mértékűre, hogy az emberek ezt meg tudják fizetni. És lehetőleg úgy felhasználni, hogy ez az emberek mindennapját szolgálja. A megyei önkormányzat elkészítette 2010-ig a társadalmi gazdasági programját, majd ezt követően 2013-ig meghosszabbította az uniós pályázati év lejártáig,
és azt gondolom, hogy e tekintetben az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mindenben fölkészüljön Békés megye arra, hogy az uniós forrásokat minél nagyobb arányba le tudja hívni. Azonban egy nagyon fontos kérdés van, hogy minden olyan ügyet annak kell alárendelni, hogy Békés megyében minél több munkahely létesüljön, minél több munkahelyet meg tudjunk tartani az itt élő emberek számára, mert jövőt építeni csak munkahelyekkel lehet, és ahhoz, hogy munkahelyenek legyenek, az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy Békés megyét az M44-esen keresztül gyorsforgalmi úton lehessen megközelíteni. Azt gondolom, hogy ha ez sikerül, márpedig én bízok benne, hogy ez sikerülni fog, akkor Békés megye el fog indulni a fejlődés útján, és itt a Sárét Ipari Parkban, ha most állunk, itt is egyre több munkahely fog megvalósulni. Tavasszal az emberek kétharmada szavazott a változásra, a Fideszre. Szekalomnak is változásra van szüksége, amely magában hordozza annak a lehetőségét, hogy valami más, valami jobb következik. Kérem Önöket, hogy október 3-án menjenek el szavazni, szavazzanak Szekhalmon is a változásra, szavazzanak Szekhalom jövőjére, szavazzanak rám, és támogassák a Fidesz jelöltjeit.